Éppen csak kidugta a fejét a benet kenguru kölyök anyja erszényéből, mivel csak pillanatokra bújnak elő, még a gondozók sem tudják pontosan hány apróság látott napvilágot. Kilenc hónapig ugyanis az erszényben maradnak. A kifejlett egyedeknél az udvarlási folyamat azzal kezdődik, hogy a nőstény megnyalja a hím nyakát. Párosodás után pedig a vemhesség 30-40 napig tart. Alapvetően a benetkengurúra is jellemző, hogy négy-öt hónapos korukig az erszény melegében pihengetnek. Ő, ők később jöttek a napvilágra, fejletlenebb állapotúak, tehát mikor kidújják a fejüket, jól lehet látni, hogy most kezd a szőröcske növekedni, hát hideg van, sokkal jobb az erszényben tartózkodni ilyenkor. A vörös óriás kengurú csapat legfiatalabb tagját tegnap az állatkert gondozói tudták lencse végre kapni, stábunkot jártak akkor azonban ő is inkább az erszény melegét választotta. Két nagyobb testvére már aktívan játszik anyjukkal, de 240 napot ők is az erszényben töltöttek. Ebben a kifutóban így már mindhárom ivarérett nősténynek született utóda, ez pedig az állatpark egyik különlegessége. Bennet elég sok állatkertben lehet látni, viszont a vörös óriás igazi ritkaság az országban csak itt látható, és az Európai Törzskönyvi Állományért nem más felelős, mint a nyiregyházi Állatpark kollégája, Boda Ferenc kollégám. Az összes Európában élő vörös óriás kengurút ő koordinálja, hogy ki hova menjen, és majd ő eldönti, hogy később, mikor jól érettek lesznek a mi kicsinyeink, hova kerülnek melyik más európai állatkertbe. A vörös óriás kenguru nem véletlenül Ausztrália ikonikus állata, akár 50 km per órás sebességgel is képes ugrálni. Még egy kölyök az 1 kg-ot sem éri el, egy kifejlett hím a 90 kg testtömeget és a 180 cm magasságot is elérheti.